Három évvel ezelőtt ugye volt az a nap, amikor elindult, illetve kiteljesedett az a jogsértés sorozat brutalitásában, amelyben viszont itt a közben mellém megérkező és majd rövidesen sajnos egy másik tárgyalás helyszínére eltávozó Grespik László ügyvéd kollégám és egyben a jogvédő szolgálatunk elnökségi tagja volt az a ügyvéd kollégánk, aki felvállalta, hogy pert indít az október 23-i tüntetések jogellenes rendőrségi feloszlatása miatt, és most kérem őt, hogy akkor röviden próbálja meg összefoglalni az eddigi történéseket, hogy áll ez az ügy, illetve mi várható. Jó napot kívánok! Rövid kell legyek, mert egy budai tárgyalásról jövök, és egy budai tárgyalásra kellene mennem a Flórián térre 13 órára. Most van 12 óra 43. Hát a három évi pereskedést összefoglalva most akkor két alapvető momentum. 2009. szeptember 22-én hirdette ki az ítéletét a bíróság Onda László és 175 társa perben. Az ítélet szerint a rendőrség 2006. október 23-án jogszerűen oszlatott. Mégpedig mind reggel hajnalban a Kossuth téren, mind utána a Alkotmány út, utca, Bajcsi Zsilinszky út és Astoria útvonalon is. Alapvető indoka az volt, hogy békétlen volt mind a két fajta tüntetés, vagy mind a két tüntetés. Ez két mesterségesen szétválasztott tüntetési helyszín volt, így kellett a keresetlevélben megjelölnünk. Azt én tudom, hogy nincs összehangolva az emberi jogi bíráskodás, tehát a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság álláspontrendszere a magyar jogrendszerrel, de össze lehetne hangolni. A probléma a következő. A magyar rendőrség álláspontja az, hogy ha egy tüntető tömegből néhányan erőszakos magatartást tanúsítanak, csak néhányan is elszórtam, az már oszlatási indok. A Strasbourg-i Bíróság álláspontja szerint pedig ez nem oszlatási indok, és ezt szó szerint olvasom. Egy 1991-es Ezelin kontra Franciaország ügyben mondta ki a bíróság következőket. A békés célú gyülekezéshez való jogát gyakorló magánszemély, a tüntetésen résztvevő más személyek által elkövetett erőszak vagy más büntetendő cselekmények eredményeképpen sem szűnik meg élvezni a békés célú gyülekezéshez való jogot, amennyiben szándékai vagy magatartása békés marad. Magyarán a rendőrség arra hivatkozik, hogy az oszlatás a rendőrségi törvény szerint nem vizsgálja az egyéni felelősséget. Tehát, hogyha oszlatnak, mindenkit oszlatnak és nem vizsgálják. A Strasbourg-i Bíróság pedig előírja Magyarország számára 93 óta, mert azóta van törvényben ez a római egyezmény, hogy igenis a rendőrségnek ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy erőszakosabb elemek vannak jelen, azokat kiemelni, hatástalanítani, és a többiek békés tüntetéshez való joga fennmarad. Ezt én annak idején Gauss-Görbe elméletnek neveztem el. A Gauss-Görbe, mint tudva lévő, egy matematikai eloszlási görbe, és azt jelenti, hogy néhány kevés ember erőszakos magatartással nem okozza az egész tüntetés feloszlatandóságát. Tehát törvényalkotásilag össze kell hangolni a rendőrségi törvény tömegoszlatásra vonatkozó egyéni felelősséget nem vizsgáló passzusát ezzel az Ezelin kontra Franciaországgal. A másik tanulsága az ügynek az volt, hogy a felfegyverkezettség fogalmát mindenki önkényesen értelmezte, a rendőrség úgy, hogy ez megtörtént. Színes fényképeket csatoltak a perben mindenféle késekről és egyéb más tárgyakról. 36. napja folyt akkor ott a tüntetés a Kossuth téren. És a bíróságnak egy mondatát szintén szó szerint szeretném ismertetni, mert mutatja a rossz álláspontot. Az ítéletből szó szerint egy mondat. A bíróság álláspontja szerint az előtalált eszközök, például a kések, részben helyettesíthetők lettek volna egyértelmű békés eszközökkel. De azt a bíróság nem mondja meg, hogy milyen eszközökkel, és azt sem mondja meg a bíróság, hogy aki 36. napja ott táborozik sátorban a téren, az hogyan szeretelje a kenyeret és hogyan kenje meg májkrémmel, ha nem késsel. Aki ezt most itt nekem helyben megmondja, akkor adok neki jutalmat, vagy nem tudom. Műanyagkéssel, stb. Jó, békéssel is. Tehát az a kés, az békés volt. És éppen ezért
éppen ezért szintén szó szerint a gyülekezési törvényből a felfegyverkezettség fogalmát felolvasom. Felfegyverkezve az jelenik meg a rendezvényen, aki erőszak vagy fenyegetés alkalmazása érdekében az élet kioltása vagy testsértés okozására alkalmas eszközt magánál tartva jelenik meg. Tehát benne van az érdekében szó és a tart magánál kifejezés. Mikor a Kossuth térről az embereket kipaterolták a térről, mondja meg nekem, hogy a bent a sátorban tartott kép, mikor minősül magánál tartottnak? Amikor az ember ott áll 300 méter alébb a tér sarkán. Tehát egy, nem tartotta magánál a lefogláskor. Kettő, nem a erőszak érdekében tartották maguknál. Ugyanis, hogyha a 36. napja tartó tüntetésen ezt bármilyen erőszak céljából, célzatával, és Kriszti, neked mondom, mint büntetőjogásznak, tudod, hogy a szándék és a célzat az meg kell legyen az elkövetéskor. Tehát kenyérszeletelés és kenyérkenés és szalonna és kolbászszeletelés céljából való eszköztartás nem minősül felfegyverkezetnek, pláne úgy, hogy 300 méterre áll elfoglaláskor az ember, tehát a tart magánál kifejezés sem valósult meg. És van egy hazugság, ehhez kapcsolódó hazugság az ítéletben. Az ítélet azt mondja, hogy amikor az eszközöket megtalálták, ezeknek a hatására született meg a döntés, hogy ki kell üríteni a teret. Nem igaz! Az igazság az, hogy először kiürítették a teret, és utána kutattak, és utána szedték össze az eszközöket. Utána, tehát nem fordítva. Mindenki érzi, hogy milyen jelentősége van a sorrendnek. Tehát az én véleményem az az, hogy ebből levonva, hogy a bíróság ezzel az ítélettel gyakorlatilag felbújtójává, tehát szándékkiváltó tényezőjévé vált az ítéletével a magyar rendőrségnek számára. Úgyhogy a rendőrség innentől kezdve, és most van ugye október 14-e, 23-e közeledik, a rendőrségnek gyakorlatilag felhatalmazást adott arra a bíróság, egyelőre jogerős döntésével, hogy ha a tömegből néhányan erőszakosabb magatartást tanúsítanak, az egészet feloszlathassa, és szabad kezet adott a bíróság a rendőrségnek abban, hogyha valakinél találnak valamilyen szúróvágó eszközt, ami esetleg 8 cm-nél hosszabb pengéjű, mondjuk bicska, hogy önmagában ennek a birtoklása a célzat vizsgálata nélkül felfegyverkezettséget jelentsen. Tehát ismételten csak az erőszakos magatartásra való készülésre hajaz ez, tehát ráfogják, hogy ez erre készülődött, márpedig az előkészület is, az erre való előkészület is a bíróság szerint idézőjelben büntetendő. Tehát azt mondja, hogy ilyen eszközök, mint például a gázálarc, azért tartották maguknál, mert bizonyára békétlenek akartak lenni. Most a gázálarccal támadni, ugye nem nagyon lehet, legfeljebb az ember fejbever valakit egy gázálarccal, tehát magyarul alapvetően védekezési eszköz a gázálarc. Tehát úgy fogalmaznék, hogy tragikomikus is az ítélet, amellett, hogy szakmaiatlan, valószínűleg a politika kiszolgálója volt a bíróság, a háromtagú tanács. A történelmi hűség kedvéért a három bíró nevét azért mondom. Dr. Fábián Judit, Dr. Koltai György, Dr. Surányi József közigazgatási bírók, és azzal zárom a mondani valómat, aztán helikopterrel Óbuda, hogy a felülvizsgálati kérelem határideje az 60 nap, bőven benne vagyunk, tehát a legfelsőbb bíróságnál támadható az ítélet, és a Strasbourgi Bíróság előtti támadási lehetőség 6 hónap, természetesen benne vagyunk. Párhuzamosan fogom indítani mind a legfelsőbb bíróságra, mind a Strasbourgi Bíróságra. Nyilván nem kizárt, legfeljebb azt fogja mondani a Strasbourgi Bíróság, hogy megvárja a legfelsőbb bíróság döntését. Tehát a magyar legfelsőbb bíróság számára még mindig adott a lehetőség, hogy a jogalkalmazás szintjén irányt mutasson a jogalkalmazó rendőrségnek, és iránymutatást adjon, ugye delege ferenda, tehát szabályozandóként a jogalkotónak, tehát az országgyűlésnek, hogy kéne ezt a törvényt módosítani. És akkor talán az utolsó mondatom, hogy remélem, hogy a végén győzünk, de most addig, amíg ítélet nem lesz, addig szerintem lesznek tüntetések, és mivel a rendőrség ezzel vérszemet kapott, mindenki számítson arra, aki a tüntetésekre kimegy, hogy ezekre számíthat, ugyanolyan akár kegyetlen rendőri intézkedésekre is számíthat, mint amik voltak, de akkor is nekünk van igazunk. Mert az igazság az nem szavazás kérdése, hanem ha egy ember mondja az igazságot, akkor is igaza van, és ha a hazugságot 1 millió mondja, akkor is annak az egynek van igaza.
Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy Krisztián, hát